Kolozsváros Vegyesvara 1975 óta immár 42 esztendőre körül, és ez idő alatt határainkon belül és azon túl is számtalan alkalommal gyermekítették már a kolozsvárosokat. A hangversenykórus minősítéssel rendelkező művészeti együttes legutóbb, ez év októberében az olaszországi Riva del Garda-ban lehetett, amikor eddigi fennállásunk történetében első részben aranydiplomát érdemelt ki két kategóriában is. E nagyszerű eredmény hatalmas elismerés városunk számára, amiért ezúton is köszönet illeti a kórus vezetőjét és tagjait egyaránt. A kiváló művészeti együttes fennállásának 42 esztendeje alatt szinte valamennyi Kodály kórus művet megszólaltatta már. A mai ünnepi koncert első részében Nagykanizsaváros Vegyesvara előadásában három Kodály művet hallhatunk, melyek a közelgő karácsonyhoz is kötődnek. Először Kodály Zoltán Adventi énekcímű műve hallható, majd Kodály Zoltán esti dal, végül Kodály Zoltán Valasi Bálint Szép Különökés című műve csendült el. Kedves vendégeink, Nagykanizsaváros Vegyesvarát, csak
Moll Ferenc, Jakabos György, Barát Zoltán, Rádai Árpád, Jellér Zoltán, Kerényi Gábor, Kár Tamás és Eján Gergely. A zenekar kisebb megszakításokkal folyamatosan működött, évente 3-4 önálló és fővalóhelyi koncert, valamint rendszeres ifjúsági előadások felépülője volt. Rövid szünet után 2014-ben jött létre a Králi István Zenei és Kulturális Egyesület, emléket állítva a kiváló városszervező és zenész Polgár is jelenleg. A zenekar jelenleg karmestere Papocsi Robert, aki Nagykanizsán kezdte a zenei tanulmányait. Majd a Arci Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett, ezt követően a Bécsi Miszterec Zeneművészeti Főiskola Kürt szakán és a Bécsi Janusz Hangulis Egyetem fúvószakának karmestere tudományzott. Tanított Budapesten, Szentendrén és Kaposváron. Mint kürtös a Budapesti Operettszínházban, a Kanon Filharmonikus Zenekarnál, valamint a Kairó Szimfonikus Zenekarnál muzsikált. Jelenleg Bécsben a Richard Wagner Konzervatóriumban karmester, emellett mesterdiplomájára készül Krisztián Schulz professzornál, valamint privát vezénylést tanul Mihály Halásznál. Városnak közönsége az idei újévi koncert alkalmával is a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar előadásában elsőként Kodály Zoltán Magyar Gondoló című művét hallhatjuk. A Magyar Gondoló nem csak az első olyan Kodály mű, amelyben a népkönyvben ültött mintadókat a zeneszerző zenekarra hangszerelte meg, de mint variált visszatérésekkel élő táncgondoló, joggal tekinthető a galántai táncok és a maros széki táncok előadásának. Az alig 10 perces mű forrásához szolgáló 4 újstílusú népdalt és egy hangszeres táncdallamot Kodály az 1910-es években gyűjtötte. Az utolsó gyors tánc egy székely csődömbölő gyermekremedei változata, mely egy Schmelzer nevű 17. századi osztrák balettkomponista zenéjében Steinerra emlékezetesen is megtalálható. Kodály Zoltán Magyar Gondoló című műve először hallható városunkban. Ezt követően Kodály Zoltán Hári János szintjéről az Intermezzo hangzik el, amelynek anyagát 1800 körül felbúgósból vette át a zeneszerzőt. Cimbalmon közelműködik Ránc László, aki híres cigány zenész dinasztia leszármazottja, klasszikus zenei tanulmányai mellett már korán érdeklődött a hagyományos cigányzenéről és a jazz iránt is. Ma a világhírű 100 tagú cigányzenekar cimbalom szólistájaként szerepel, emellett otthonosan mozog a jazz műfajában is. Robi Lakatos brüsszeli zenekarában olyan híres művészekkel játszhatott együtt, mint Misha Majszki, Kirby Hancock és Anna Netanyahu. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekart vezéli Papocsi Robert, koncertmester Jakubovics Árpád, közreműködő Ránc László. Thank you.
a Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar közös előadásában szólalni meg az zenéjében. Először Budály Zoltán Kálló kettőse van szigel, amely elnevezését Nagy Kálló városáról nyerte. A kötött formájú szöveges népdallaját, városláncot, még inkább zenéjét, Budály Zoltán feldolgozása tette közismerté és üzenté. De milyen is volt ez a nagy hírű művészi szépségnek adott tánc? Pesovár Ernő igazgatót írja, hogy a lassan felevésbe merülő Kállai kettős a 19. század végén rekonstruálták, s napjainkban az így kialakult kötött formát ismerik. Zenéje és egész felépítése a régebbi eredet ellenére híven tükrözi jellegzetes 19. századi táncunk a csárdás hármas tapasztalását, csalogatós varakerét. A lassú gyors, majd friss követi. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, vezényel Bakócsi Róbert, koncertmester Jakobovics Árpád, karvezető Cseke József, közreműködik Rácz László.
Kedves közönség, kedves vendégeink! Hangversenyünk zárásaként következzen három igazi karácsonyi klasszikus mű a két művészeti együttes előadásában. Először Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumából a Halleluja kórus, majd Franz Xaver Gruber Csendes ég, végül pedig Farkas Ferenc Mennyből az angyal című művet csendőzve. Vezényel Bakucsi Robert, koncertmester Jakub